Sziasztok! Az előző videóban megérkeztem Villa de Leyva különleges városába és felfedeztük a belvárost meg a helyi piacokat. A mai videóban pedig megkóstoljuk azt a sok finomságot, amiket ott vásároltunk. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! A piacról hazafelé olyan sok kisbolt és bazár mellett elsétáltam, hogy végül nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy ne kukkantsak be. Díszeket, ékszereket, ruhákat, poncsókat és mindenfélét lehet itt vásárolni, és nem drágább, mintha bárhol máshol szeretné ezeket az ember megvenni. Ahogy kilépünk az utcára, egymást érik a hasonló kisboltok, és igazi bazári a hangulat. Nagyon szépen ki van dekorálva ez a kis busz. De én már alig várom, hogy hazaérjek és megkóstoljam azt a sok újdonságot és finomságot, amiket vásároltam. És íme a zsákmány, most mindent kipakolok nektek ide az asztalra. Ez a sok finomság kb. 7 dollárba került. Van itt körte, alma, sárkánygyümölcs és piros bogyósok. Ringló és zsenge sárgarépák. Spenót, petrezselyem és egyéb zöldek. Koktélparadicsomok. Egy jó nagy papaja. Mangók. Ez a mini csirimolyaszerűség. Ez a gyümölcs pedig úgy néz ki, mint egy uborka. Ez citromsárga színű passion fruit. Olyan csodálatos ez a sok szín és forma. Engem határozottan gyönyörködted és örömmel tölt el. A sárga, piros, lila és zöld különböző árnyalatai annyira csodálatosak. Számomra nem csak az ételek íze okoz örömöt, hanem ugyanannyira számít az illatuk és a színük is. Sokkal nagyobb élvezetet jelent elfogyasztani egy szép színes ételalkotást. Meg is mostam azokat az ételeket, amiket most meg fogok kóstolni és enni. Úgy tervezem, hogy ma csak nyers ételeket eszek, úgyhogy amiket itt láttok, nagyjából ez lesz az ebédem. Ezt a gyümölcsöt most meg fogom kóstolni. Ez tulajdonképpen egy kolumbiai csirimolya fajta. Jelentősen másabb az íze, és nagyon-nagyon sok mag található benne. Szinte már több is, mint maga a gyümölcshús. Az állaga egy picit hasonlít a cserimolyára, de az íze az teljesen más. Olyan, mint valami enyhén édeskés, szappan, kicsi almás beütéssel. És mivel kettőt vettem ebből a gyümölcsből, most nézzük meg, hogy milyen ízű a másik. Ez egy kicsit érettebb, szóval sokkal jobban hasonlít így az íze a csirimolyára, de sokkal ilyen lisztesebb, szemcsésebb, de egyébként nagyon finom. Most pedig kóstoljuk meg a citromsárga passion fruitot. Nagyon intenzíven citromos ízű. Talán sejthető. Abban is, hogy egy kicsit tényleg úgy néz ki, mint egy citrom. Olyan, mintha a passion fruitba belefacsartak volna legalább 2 citromot, annyira savanyú. És most kóstoljuk meg ezt az uborka-szerű zöld gyümölcsöt. Nagyon kellemes édeskés illata van, kicsit savanykás. Az íze elvileg egyszerre édes és fanyar. Keveredik benne az eper, alma és ananász. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Olyan, nagyon érdekes íze van.
És ezzel még nagyon finoman fogalmaztam. Nem tudom, hogy a gyümölcs volt túl érett vagy éretlen, vagy egyszerűen csak az én ízlésemnek nem volt megfelelő. Most pedig megeszem a zöld leveleket és a megmaradt gyümölcsök egy részét. Most pedig elindulunk egy nagyon különleges és egyedi helyre. Hogy hová is, az a holnapi videóból kiderül. Ezt a répát ma vettük a helyi termelői piacon, és nagyon finom, zsenge, ízes. Nagyon jó ropogtatni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen csodálatosan szép napotok, és találkozunk holnap!